Karrierrovatunk mai főszereplője dr. Katona Renáta, szülésznőgyógyász. Renáta, hogyan lettél orvos? Mindig orvos szerettem volna lenni, már egészen pici gyerekkoromtól. A családom szerint azt szerettem játszani, mikor 3-4 éves voltam, és olyan 10 éves koromtól már egészen tudatosan készültem erre a pályára. Ennek alapján választottam gimnáziumot, és nem is jelöltem meg mást a felvételén, egyedül az orvosi egyetemet. És hogyan választottál szakterületet? Miért a nőgyógyászat mellett voksoltál? Eleinte neurológus vagy pszichiáter szerettem volna lenni, majd a negyedéves bentlakásos kötelező szülőszobai gyakorlatom alkalmával volt lehetőségem néhány szülésnél jelen lenni, meg szüléseket observálni, és annyira nagy élmény volt a szülés misztériumának a részesének lenni, hogy úgy éreztem, hogy személyiségemhez, meg lelkealkatomhoz talán ez illen a legjobban. Mit tesz valakit jó orvossá? Mitől fogják szeretni őt a páciensei? Azt gondolom, hogy mindenki akkor lehet a saját területén a legjobb, vagy egészen kiemelkedő, ha tényleg szívvel, lélekkel azt csinálja, amit szeretett volna. Én nagyon szerencsés vagyok, mert nekem az álmom valós volt meg. Egyrészt ez a fajta elhivatottság, a kitartás, és mindenképpen az empátia. És ehhez a munkához hihetetlen sok alázat kell. Emberi és szakmai alázat. És hogyha ez nem veszik el, akkor annak ellenére, hogy vannak kudarcok, negatív életesemények, mégis mindig van töltés, amiből aztán a következő napot újra lehet indítani. A meddőség az egyik szakterületed, mégis nagyon sokat kellett várnod a kisfiad Benedek érkezésére. Hogyan élted meg ezt a folyamatot és azt az utat, amíg végül a kezedben tartottad a babádat? Hosszú és szorongással teli út vezetett idáig. Mindig nagyon szerettem volna gyermeket, és történtek olyan betegségek, műtétek, amelyek ennek az esélyét szakmai szempontból, statisztikailag tényleg minimálisra csökkentették. És így utólag mégis azt gondolom, hogy mindennek azért kellett, hogy megtörténjen velem, hogy személyesen involválva legyek ebbe a kérdésbe, és mindig a személyes motiváció a legerősebb motiváció. És arra sarkalt, hogy jobb legyek, meg hogy tudjak hinni. Tudjak hinni azokban a szinte kilátástalannak tűnő szakmai esetekben is, amikor annyira nagy szüksége van rám a gyermekre vágyó nőnek, hiszen már sokszor sok orvos megjárva 10 év negatív tapasztalat után tényleg nem csak szakmai segítséget keres, hanem egy fogódzót is. És nekem nagyon kellett ez a személyes példa ahhoz, hogy ezt hitelesen tudjam képviselni. Tavaly egy másfajta, de azt gondolom, hogy egy ugyanolyan nagy elismerésben részesültél, Richter aranyanyú díjas lettél. Ez mit jelentett számodra? Ez egy óriási megtiszteltetés, és egy mérhetetlen megerősítés, hogy amit csinálok, azt jól csinálom, és hogy ezen az úton kell menni tovább. Mindenkinek szüksége van ilyen visszajelzésekre, pozitív megerősítésekre. Ugyanakkor ez egy nagyon nagy felelősség is. Nagyon hálás vagyok ezért a díjért, a betegeimnek a megerősítésért, és azért, mert részt vehetek olyan jótékonysági eseményekben, amire egyébként nem lett volna lehetőségem. Ha felhívhatnád a nőtársaink figyelmét egyetlen fontos üzenetre, mi lenne az? Szakmailag az lenne az üzenetem, hogy járjanak rendszeres szűrővizsgálatokra. A nőgyógyászat egy olyan terület, ahol az összes súlyos betegség időben felismerve teljesen meggyógyítható és teljes értékű életet lehet élni. Magánemberként meg az a tanácsom, hogy ne adják fel a vágyaikat. Annak ellenére, hogy a környezet sokszor ebben nem támogató, vagy ha olyat szeretnének, aminek nincsen még hagyománya és kitaposott útja, akkor menjenek tovább nagy kitartással, mert bárhova eljuthatnak.